Csak egy szabad napod van, de szívesen elutaznál valahová? Varsóban jártál már? Gyakran hallom azt másoktól, hogy most nem utazom sem erre, mert csak pár szabad napom van, pedig jó pár európai nagyvárost felfedezhetünk akár egy nap alatt is. Így repülőre pattantam, hogy a kissé hiányos lengyel nyelvtudásommal bemutassam nektek Varsót. Alaposan megterveztem az egész napot, útnak indultam, majd egy kicsit közbeszólt az időjárás. Dzień dobry. Pánikra semmi ok, hiszen nem mindig alakulnak a dolgok terv szerint, így félredobtam én is a forgatókönyvet, és hívtam egy autót, amivel gyorsabban a belvárosba jutok, mert ezen a ponton már bizony farkaséhes voltam. Azt említettem, hogy a lengyel ételek valami hihetetlenül finomak? Most megmutatom az én egyik kedvenc tradicionális lengyel fogásomat, a már jól bevált éttermemben a hússal és káposztával töltött sült pirogi. Amíg elkészül, addig jöhet is egy nagy pohár frissítő limonádé. Pirogi. Te jó ég! Ez valami isteni! Gyors fizetés a telefonnal egy mozdulattal, majd indulok is tovább a pár perc sétára található óvárosi részbe, ami szerintem Varsó egyik legszebb látnivalója. A hűtőmágnes kötelező, ezt az oknit pedig egyszerűen nem tudtam otthagyni. A nagy melegben most már ideje egy finom fagyit találni, amit szerencsére nem is kellett sokáig keresnem. Újabb fizetés telefonnal, és indultam is tovább. Számomra például a kártyás fizetés egy szuper dolog az utazásaim során, hiszen egyszerű, gyors és biztonságos, sőt, a pénzváltással sem kell bajlódnom. Tudtátok, hogy OTP Juniorral 24 éves korig 0 forint a számlavezetés, a bankkártya, illetve a mobilbank díja is, valamint használhatjátok a kiadásfigyelő funkciót is. Ez mind-mind hatalmas előny lehet azoknak, akik most készülnek belevágni a nagybetűs életbe. Dovicenje! Remélem, hogy segíthettem egy picit nektek.